Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 15-e újhold. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. A hold nem látható, hiszen a holdnak nincs saját fénye, ezt ő a naptól kapja, és ha találkoznak, akkor a nap nem tudja besugározni. Egy ilyen napon fontos a visszahúzódás, a meditáció, elgondolkozni bizonyos dolgok felett. Itt látható a napi horoszkóp, illetve az újhold horoszkóp, a nap és a hold itt az oroszlán jegyében találkozik. Ez egy indiai számítás, indiai horoszkóp, hiszen ezzel dolgozom, ez egy nagyon precíz számítás. Itt a képen SO, németül die Sonne, magyarul a nap, és MO, németül der Mond, magyarul a hold. Az oroszlán jegyében, sőt itt is látható a tűz elemében az oroszlán jegye, ez a fő téma. Itt rá kellene arra kérdezni, hogy mi áll a középpontban, min szeretnénk változtatni, milyen irányba kellene tekinteni. Lesz egy irányváltoztatás is, hiszen Merkur bolygó, itt Hermes, de Merkur bolygóról van szó, ezen a napon megáll egy pillanatra. Lehet, hogy megállnak az események, nem jön hír, de utána előre fog haladni, kihat az életünkre. Minden úgy előre megy, lesznek kapcsolatok, cselekvések, beszélgetések, szerződések, vagy lesz itt akkor egy irányváltoztatás. És pontosan ez a téma, hogy mi a fontos, mi áll a középpontban, mire kellene koncentrálnunk. Ezen a napon, szeptember 15-én Jupiter bolygó, vagy Zeus, és Vénusz bolygó, vagy Afrodité itt kapcsolatban áll, mert ugyanazon a fokon vannak. Az indiai számítás szerint Jupiter bolygó a kos jegyéből hat, Vénusz bolygó pedig a rák jegyéből. Itt van egy kvadrát kapcsolat, és ez kellemetlen. Mivel Jupiter bolygó visszafele halad, visszatekintő, ez jelentheti a múltat is, és ez egy kihívás, hiszen a múltban sok mindent átéltünk, vagy a párkapcsolatot illetően, vagy bennünket, hölgyeket illetően, hiszen Vénusz bolygó ránk utal, ami igazságtalan volt. És nehéz most ezeket az igazságtalanságokat rendezni, vagy ezen áttenni magunkat. Lehet, hogy nincs meg a bizalom, vagy a hit, tehát ez egy kihívás, és ezen tudok segíteni egy szertartás által, hiszen ezen az új hold napon, szeptember 15-én este 11 órakor tartok egy új hold szertartást, hogy legyen egy új irány, hogy elérd a céljaidat, ami a középpontban áll, és le tud zárni azokat a dolgokat, amit úgy éltél át, ami igazságtalannak tűnt. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, de mielőtt áttérnék a kártyákra, erre a szertartásra, erre az újhold szertartásra jelentkezhetsz e-mailen keresztül az energiai egyensúly 4000 forint. És mit mutatnak a kártyák, milyen témák lesznek még? A kereszt
jelentheti a hitedet. Higgy abban, hogy Merkur bolygó segíteni fog, hogy lesz mozgás, lesznek események, lesz egy új irány. A kereszt jelenthet sorsdöntő kapcsolatokat is, amikor a sors udadok kereszteződik. Vagy jelenthet döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a torony még fogva tarthat téged, de itt van hozzá a kulcs, kinyílik egy ajtó, új lehetőségek, tehát elhagyod ezt a labirintust, és lesz itt egy új irány. Mivel megjelenik a horgony, és jelenti a munkát, a hivatást, ez lehet egy munkahelyi változás. Amit a horgony még jelenthet, hogy a párkapcsolatban mennyire fontos a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. Légy magabiztos, mutatja ez a kulcs. Ne érezd magad fogva ebbe a toronyba, hanem itt a levegő eleme hat, legyen meg ez a könnyűség. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, itt lesznek fontos döntések, itt van a kulcs ehhez, itt is vannak lehetőségek, és meg lesz majd a biztonság érzete. De mint említettem, ez lehet egy munkahelyi helyzet, egy munkahelyi változás. Itt a levegő eleme nem csak a könnyűséget jelenti, hanem a kommunikációt, és itt a föld eleme jelenti az anyagiakat, a reális dolgokat, a biztonság érzetét, megvan a talaj a lábad alatt, de ne érezd fogva magadat, mert akkor vannak félelmek és bizonytalanságok. És ez volt az új hold felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!